Mondj néhány gondolatot a Szép és a Doki című kezdeményezésről. Hajas László mesterfodrász indította ezt a kezdeményezést az egyik közösségi oldalán, amely az egészségügyben dolgozók részére szólt, majd később létrejött egy másik csoport, a Szép Isda Hőst, amely már egy bővebb rétegnek tudott felajánlásokat tenni. Ezek a kezdeményezések arról szólnak, hogy mi szépségipari dolgozóként felajánlásokat tehetünk azok számára, akik a járvány időszakában értünk dolgoztak a nap 24 órájában. Miért tartottad fontosnak, hogy csatlakozz ehhez a nemes kezdeményezéshez? Ezeket a kezdeményezéseket nagyon nemes gesztusnak tartom. Én is csatlakoztam mindkét csoporthoz, és az én felajánlásom ingyenes hajvágás, borotválás, szakáligazítás minden rendőr, tűzoltó, illetve egészségügyben dolgozó férfi vendég részére egy hónapon keresztül, május 31-ig. Mit jelent számodra a szakmád? Szerencsésnek érzem magam, hogy dédnagyapai, nagyszülői, szülői tehetséget örökölve elsajátíthattam ezt a mesterséget. Vendégek között nőttem fel, így első kézből sajátíthattam el az apró fortélyokat, a hajvágás és a borotválás technikáját. Kisebb megszakításokkal immár 30 éve dolgozom a szakmában. Mindig is vonzott ez a régies hangulat, a boroszapamacs és a szakás hercegése, a hintőporfelhő friss illata. Nagyon nagy álmom vált valóra azzal, hogy megnyithattam ezt a kis üzletemet. Miért különleges ez az üzlet? Erre a kérdésre a Nagy Borbély könyvből szeretnék egy idézetet. Az én üzletem azért különleges, mert egy borbély üzlet nem csupán egy fodrászszalon, hanem a környék lüktető szíve, a férfi közösség nagy múltra visszatekintő szentélye, az eszmecsere helyszíne, melyet átíthat az örökké valóság. Mik a céljaid a jövőben a munkáddal kapcsolatosan? Szeretném kisvárosunkba mezőtúra visszahozni a múltat, a borbély szalon hangulatát, a tradicionális forró törölközős borotválást, a szakállolaj illatát. Modern, de mégis klasszikus vonalat követve, letisztult, elegáns környezetben, minden igényt kielégítő szerszámokkal, kényelmes bútorokkal és prémium kategóriás barbertermékekkel várok minden kedves férfi vendéget.